Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, már elég rég tartottam sajtótájékoztatót, most elnyertem ezt a feladatot. A következő évről és a nyugdíjasokról kell nekem beszélni most az elkövetkező néhány percben. A 2017-es év az egy olyan év lesz, amikor a nyugdíjasok is léphetnek egyet előre Magyarországon. Folytatjuk azt az utat, amit 2010 óta járunk. 2010 óta a nyugdíjasok helyzete az jelentősen a törvény által előírt mértéken felül javult. A törvény azt írta elő, hogy azt írja elő mind a mai napig, hogy minden évben a költségvetésnek legalább az infláció mértékében emelni kell a nyugdíjakat. Most az a helyzet, hogy valóban, ahogy Kósa Lajos frakcióvezető úr is elmondta néhány perccel ezelőtt, ha megnézzük az elmúlt évek adatait, akkor azt látjuk, hogy elég jelentősen a törvény által előírt minimumon felül emelkedtek a nyugdíjak Magyarországon. Hogy ezt konkrétan lefordítsam, a portfolio.hu-n nem egy túlságosan barátságos újság, tehát kormánypárti elfogultsággal nehezen elvádolható. Ott jelent meg egy összegzés, ami azt számolta ki az elmúlt 6 év tényei alapján, hogy 9,6%-kal emelkedtek a törvényi minimumhoz képest, a törvényi előírásokhoz képest pluszban a nyugdíjak Magyarországon. Hogyha ez hozzászámoljuk, hogy mondjuk egy 8,4%-ot jelentett a 13. havi nyugdíjnak a visszavétele, akkor azt tudom mondani, hogy a 13. havi nyugdíjat az elmúlt 6 évben a kormánypárt már visszaadta. Most is az a helyzet, hogy meghatároztunk egy várható infláció feletti nyugdíjemelést, de az a helyzet, hogy a nyugdíjasok helyzet az nem csak a nyugdíjemelés mértékének köszönhetően fog változni a következő évben, hanem a következő évben a nyugdíjasokat jelentősen érinteni fogja az az áfa csökkenés, ami az alapvető élelmiszerekre vonatkozik, tehát a tej, a tojás és a baromfi termékekre. Amikor a baloldali tej felháborodik, akkor ez egy meglehetősen álságos felháborodás, ugyanis az a helyzet, hogy ők elvették a 13. havi nyugdíjat, meg visszaadtuk, és valóban lehet azt mondani, hogy bizonyos értelemben alacsonynak tűnik egyébként a nyugdíjemelés mértéke, de az a helyzet, hogy a nyugdíjemelés, hogy hogy változik, azt két tényező határozza meg. Egyrészt, hogy mennyi a nyugdíjemelés mértéke, másrészt, hogy mekkora az infláció. Tehát a kettő különbsége. És mert Magyarországon rendkívüli mértékben lecsökkent az infláció, igazából inflációnak se lehet nevezni, mert ebben a pillanatban deflációt mérnek Magyarországon. Ezért az a helyzet, hogy ez a különbség, ez nagyobb, mint az elmúlt években van, és ennek köszönhető ez a törvény által elírtakon felüli plusz 273 milliárd forint, azaz 9,6%-os plusz az elmúlt években. A Fidesz kormány tehát továbbra is vállalja, hogy teljesíti a 2010-es ígéretét, és nem csak ezt az ígéretet, amit a törvénybe foglalt, hanem e felett is kedvezőbb helyzetbe kerülnek a nyugdíjasok is Magyarországon. Ezen az úton nem fogunk megállni, ezen az úton haladunk tovább az elkövetkező időszakban is.